az élelmiszereinket szeretnénk tesztelni most. Egy kicsit a spájzba körülnézünk, és megnézzük, hogy melyik élelmiszerünk mennyi keményítőt tartalmaz. Káliumjodidos jódoldattal, vagy más néven rukololdattal mutatjuk ezt ki. Én választottam almát, választottam zsemlemorzsát, rizst, pudingport, krumplit, szőlőcukrot, és természetesen tettem ide a biztonság kedvéért még valódi keményítőt, amit a szertárban találtunk. Jól látszik, a csempe kísérletek egyébként nagyon alkalmasak arra, hogy kevés anyaggal jó színreakciót tudjunk produkálni, a gyerekek nagyon szeretik. Nagyon látszik az, hogy valóban a tartaléktápanyag a rizsnek a keményítő lesz. A zsemlemorzsát, aki fogyasztja, az tényleg sok keményítőt fog, tehát szénhidrátot megenni. A pudingporunkban rizsliszt található, tehát az is fekete le. A krumpliban ugye a tartaléktápanyag szintén a keményítő. Igazi volt a szőlőcukor pasztilla, mert keményítőt nem tartalmazott, tehát nem fekete, kékes színeződést adott, hanem barnát. A szertárban valódi keményítő tartalma anyagunk van, és az alma éretlen még, mert a jót feketére színezte, ha barnás lenne, akkor szőlőcukor található benne. Tehát nagyon egyszerű, látványos dolog. Következő kérdés, hogy ezekben az anyagokban van-e fehérje? Ezt a xantoprotein reakcióval tudjuk kimutatni. Tömény sajtromsavat természetesen egy másik cseppentővel ezekre az anyagokra cseppente. És az, ami egy kevés fehérjét tartalmaz, itt az alma szeleten jól látszik, sárgára színeződik a lugor mellett felé tekintve a baloldali irányban látható. Ugye azok a fehérjék, amelyek olyan aminósavat tartalmaznak, amelyek benzolgyűrűben gazdagok, tehát aromásgyűrű tartalmaznak, azok nitrálódnak és sárga színreakciót adnak.